Szép estét kívánok, köszöntöm a mezőgazdasági magazinunk nézőit. Közel 50%-kal nőtt a munkavállalók száma az elmúlt 7 esztendőben Magyarországon. Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az országgyűlés alelnöke előadásában elmondta, hogy 2017 után is számíthatnak a gazdák a kormány segítségére. Elnök úr, tisztelettel köszöntöm a Mezőföld szívében. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a MAGOSZ, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kormánnyal közösen egy olyan a vidékfejlesztési programon dolgozott ki, amelynek mentén a Magyarországon mindenütt sikeresek lehetnek az agrárgazdák. Ennek viszont alapfeltétele volt a Nemzeti Agrárkamarai választások, ahol a MAGOSZ átütő sikert ért el. Számítottak erre az egységes állásfoglalásra a gazdák részéről? Az a meggyőződésem, hogy a 21. században a 21. századi kihívásoknak meg kell felelni. Technológiai robbanás van. Az Európai Unióban új támogatási rendszer elfogadására készülünk, új költségvetésre készülünk, új megoldások vannak a nemzetközi piacokon is, új termékekkel kell megjelenni, precíziós gazdálkodás van, digitális technológiák terjednek el. Ehhez szükséges az, hogy a gazdák megkapják azt a hátteret, azt az információt, amit nem az újságból elolvasva, hanem közvetlen a szakértőktől, tanácsadóktól, falugazdászoktól is kapnak támogatást hozzá, az alkalmazáshoz, a megismertetéshez, illetve az uniós források eléréséhez. Ahhoz, hogy a változásokat mi meg tudjuk valósítani, le tudjuk követni, ahhoz szükséges volt egy olyan nemzeti agrárgazdasági kamarai rendszer kialakítása, amelynek azt gondolom a mostani választásokkal teljes mértékben eleget tudtunk tenni. Ma azt mondhatjuk, hogy a rendszerváltás óta elértük azt, amit akartunk, hogy a vidék, a gazdatársadalom egy egységben, szerves egységben összefogott, és nagyon komolyan veszi azt, hogy a kihívásoknak csak így tudunk megfelelni. A kamara erre a rendszerre épül, és én azt hiszem, hogy az emberek megérezték, megértették azt, hogy csak együtt lehetünk sikeresek. Ma a kamarai rendszer úgy épül fel, hogy egy erős tudásbázis, erős információs bázis, közvetlen tanácsadóhálózat a területi kamarákon keresztül, a legkisebb falutól Brüsszelig, a teljes információs lánc, a teljes hálózat működőképes. Bármilyen változás jön, akár a tudomány, akár a piac, akár az unió támogatási rendszer részéről, ezt egy az egybe le tudjuk követni. És minden centet, egyetlen uniós euró centet sem fogunk a kasszában hagyni. Rendkívül fontos, amit említett, ugyanakkor, ha már Brüsszelről van szó, akkor essék szó arról is, hogy a brit kilépéssel, a Brexittel nehéz helyzetbe kerülhetne, hiszen halljuk azokat a híreket, mely szerint az unió csökkenteni a vidékfejlesztési program, illetve az agrártámogatások rendjét. Miként lehet ezt megakadályozni? A Brexittel 14-15 milliárd euróval csökken az EU büdzséje. Ugyanakkor ez nem elegendő még, kiemelten jelentős forrásokat kell biztosítani az EU külső határainak a védelmére. Mi több, sajnos jelentős összegeket kell fordítani annak a néhány millió migránsnak az ellátására, akik már az Európai Unió területén tartózkodnak. Vagy úgy, hogy átképezik, vagy úgy, hogy itt maradnak, vagy úgy, hogy végkielégítéssel repülőgépre rakják őket és hazautaznak. Tehát ez egy nagyon költséges megoldás, sajnos ennek az Európai Unió sok tagállama áldozatul esett. Azt kell látni, a saját döntésük alapján természetesen. Tehát van olyan megoldás, például Svédországban már, és külön az Európai Bizottság hozzájárulásával tudták megoldani, hogy a vidékfejlesztési forrásokat átcsoportosították a migránsok ellátására. Ehhez hozzájárult az Európai Bizottság, mi több, a többi tagállam számára is lehetővé tette. És tartunk tőle, hogy ez a lopakodó jogalkotás, ez a lopakodó terjeszkedés, ez előbb-utóbb azt hozza, hogy akár kötelezővé is tehetik. A V4-ek, tehát a visegrádi országok és a velünk hasonlóképpen gondolkodó Ausztria is, sorolhatnám,
már a többi tagállamot is úgy ítélik meg, hogy az Európai Uniós támogatások reálértékét meg kell őrizni, a két pilléres támogatási rendszert meg kell őrizni, a vidékfejlesztési forrásokat biztosítani kell, a felzárkózást garantálni kell az újonnan belépő tagállamok számára, és a velünk együtt uniós taggá vált országok számára is, hisz mi egyik pillanatra a másikra megnyitottuk a piacainkat. Számunkra a támogatás nem adományt jelent, számunkra a támogatás az egy olyan forrás, amelyik a piacok megnyitásának a kompenzálását szolgálja a felzárkóztatás révén. Tehát fejlesztési forrásokra van szükség, ez pedig csak akkor lehetséges, ha megmarad a közös agrárpolitika, megmaradnak a támogatások, és Magyarország egyébként már kezdeményezésbe is jelentette, hogy mi hajlandók vagyunk a befizetéseket növelni. Itt jelentős vita van, mert a nagy nettó befizető tagállamok ezt nem szívesen teszik. Nagyon fontos kérdés a fenntartható fejlődés záloga, hogy hogyan lehet a növekvés, ezt a növekvő tendenciát megtartani. Ugye az agrárkibocsátás nőtt, a munkahelyek száma nem különben. Van arra reális esély, hogy az eddigi ütemnek megfelelően fejlődjön az agrárgazdaság? Jelentős tartalékokkal rendelkezünk, tehát ha a lehetőségeinket 100%-nak vesszük, akkor most körülbelül 50%-on vagyunk. De ne felejtsük el azt a fejlődési trendet sem, ami eddig lezajlott. Ha csak az agrárkibocsátást nézzük, 40%-kal nőtt. Ha az exportot nézzük, 5,8 milliárd euróról 9 milliárd euróra emelkedett 2010 óta, tehát 2010 és 17 között. Ez azt jelzi, hogy a hozam, tehát az export volumen jelentős mértékben nem nőtt, hisz a hozamok sem növekedtek olyan mértékben, mint ahogy a számok ezt mutatják. Azonban nőtt a hozzáadott érték, megjelent az az innováció, megjelent az a marketing az árakban és az export növekedésben, értéknövekedésben, amivel már korábban számoltunk is. Van fejlődésre lehetőség, hisz egy korszerű vízgazdálkodási rendszer az lehetővé teszi egyrészt a termelés biztonságának a megteremtését, hisz a vízkormányzás, a száj és belvíz esetén a vízkormányzás az megoldást jelent. Ugyanakkor ez lehetőséget ad arra, hogy az öntözést is sokkal intenzívebben végezzük. Amennyiben az öntözés feltételeit megteremtjük, akkor lesz lehetőség arra, hogy a Magyarországon a fehérje programot megvalósítsuk. Akkor már nem csak azt mondjuk, hogy a gabonában GMO-mentesek vagyunk, hanem az állati termék, GMO-mentes gabonán előállított állati termékek piacra jutásánál jelentős eredményeket tudunk elérni árban, árnövekményben is. Hozzáteszem, hogy egy jelentős, ma már az az előrelépés, amit elértünk a gabona feldolgozás terén, és itt nem arra kell gondolni, hogy a gabonát, mondjuk a búzát lisztként értékesítjük a piacon, ez is egy jó megoldás, de ettől már lényegesen jobban előre haladtunk, hisz ma már különleges, magas minőségű keményítőt állítunk elő búzából, ami már a kész, félkész és kész élelmiszerek előállításánál játszik fontos szerepet. A kukorica feldolgozás esetében ugyanez a helyzet. Az itt visszamaradott termékek pedig a takarmány bázist erősítik. Tehát egy átalakuló félen van az egész gabona termesztés, feldolgozás és értékesítés. Ezzel egy időben pedig, ha a fehérje programot megvalósítjuk, ezáltal a termelést is diverzifikáljuk. Kiesett a cukorrépa nagy részt a magyar termesztésből, egy nagyon leegyszerűsített termelés szerkezet van, tehát most váltani kell. Ez az egyik. A másik, ami a zöldség-gyümölcs termesztésben kiemelt szempont, hogy az öntözéssel tudunk igazán egységes, jó minőségű és nagy tömegű árut előállítani. Nemzetközi versenybe csak így tudunk beszállni. Ez egy nagyon fontos tény, és az is,
hogy az elkövetkező időszakban nem csak a gabonafeldolgozás terén, hanem a zöldség-gyümölcsfeldolgozás terén is nagyon komoly kihívások előtt állunk. Ennek meg tudunk felelni, hisz az élelmiszeriparban jelentős fejlesztések valósulnak meg, és ha már a munkaerőt, az élő munka felhasználásról beszéltünk, ki kell emelni, hogy 2010 óta a mezőgazdaságban 50 ezer fővel dolgoznak többen, az élelmiszeriparban 22 ezer fővel. Tehát 72 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak aránya a mezőgazdaságban 2010 óta. Kivételesen fontos az áfa csökkentés rendje a kormány döntése alapján folyamatosan januártól a 27, illetve 25%-ra, 5%-ra csökkent jó néhány alapvető élelmiszerár. Folytatható ez, hiszen ez pozitív megerősítést jelent a fogyasztónak is. 2010-ben egy csőd szélén álló országot vett át az Orbán kormány. 2010 óta felálltunk a szégyenpadról, befektetésre ajánlott országgá váltunk. 2010 óta az IMF-et hazaküldtük és visszafizettük az IMF hiteleket. 2010 óta jelentős mértékben erősödött a magyar gazdaság. 2010 óta történő erősödés alapot adott arra, hogy az áfa csökkentést megvalósítsuk. Először sertésnél indult sertéshús, élő sertés, sertéshús, sertésbelsőség, onnantól kezdve tej, tojás, sorolhatnám. Igen, az alapvető élelmiszerek áfájánál arra törekszünk, hogy egyre több területen ez megvalósuljon. Nyilván, ahogy a költségvetés ezt lehetővé teszi, ma már azt mondhatjuk, hogy ez fokozatosan bevezetésre kerül. Nos, akkor essék szó aktualitásokról is. A szaktárca eredetvédelmi programja teljes siker. Országjáró körútjukon Székesfehérváron is látogatást tettek Nagy István államtitkár úr, miniszterhelyettes, illetve Gál Péter helyettes államtitkár. Úgy tűnik, hogy ez a program segít abban, hogy a minőségi termékek megkapják azt az elismerést, azt a védjegyet, ami egyébként segíti a piacra jutásukat is. Ha a régi Európai Uniós tagállamhoz hasonlítjuk, a magyar növénytermesztést például, a Magyarországon a szántóföldi növények termesztését, az itt felhasznált műtrágya növényvédőszer mennyiséget, akkor azt mondhatjuk, hogy szinte ökotermesztést van Magyarországon. Annyira magas minőségben, annyira kevés műtrágyával dolgozunk. Azt kell mondjam, hogy számunkra megvan adott az a lehetőség, hogy az eredetvédett termékekkel újabb piacokat szerezzünk. Én hiszem, hogy egyre több földrajzi árujelzővel ellátott termékkel tudunk megjelenni az Európai Unió piacain. Ez még a 10 alatt van ma Magyarországon, és bizony a régi tagállamok esetében ez esetenként előfordul, hogy 30-40 eredetvédett termékkel rendelkeznek. Ezeket a lépéseket meg kell tenni, tovább kell dolgoznunk, és itt már azonnal át kell térjünk ugye a hungarikumok területére, 70 hungarikum van már, amit a Hungarikum Bizottság hungarikummá minősített. Tehát megvannak a saját értékeink, már büszkék vagyunk rá, csak ezt hivatalosan is el kell az Európai Unióval fogadtatni. Egyetlen egy kérdés még, Erdős Norbert nyújtotta be Brüsszelben a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője azt a mézjelentést, amelynek segítségével talán gátat lehet szabni egyik oldalról a kínai mézhamisításnak, másik pedig, ha már eredetvédelemről beszélünk, akkor ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar méz, amely harmadik az európai piacon, valóban elnyerje azt a rangot, amely az íze, formája és a méhészek szaktudása okán igenis megilleti. Így igaz, nagyon támogatjuk Erdős Norbert képviselőtársunk törekvéseit, és határozottan kiállunk és keresünk szövetségeseket, hogy az az áldatlan állapot szűnjön meg, hogy a mézre, csak a címkére csak annyit írnak rá, hogy kevert méz, nem elegendő, meg kell jelölni a forrást, meg kell jelölni, hogy honnan érkezik, miért. Azért, mert Magyarországon GMO-mentes növényekről hordott méz az, ami az üvegekbe kerül. Ez egy különleges minőség, magas minőség, és ezt az árakban is el kell ismertessük. Nekem az a meggyőződésem, hogy az Európai Unió többi tagállamával együttműködve előbb-utóbb itt jelentősebb eredményeket kell elérni, de ez nem csak a mézre vonatkozik, ez vonatkozik az egyéb termékekre is. Most csak a méz kapcsán megy a háború, de
azt tudni kell, hogy a minőségnek ára van, mert egy gyenge minőséghez nem tartozhat ugyanaz a magas ár, mint ami az Európai Unióban van. Nekünk, és itt szeretném kiemelni, ezért fontos az, hogy egy erős nemzeti marketingre van szükség, hogy tudjuk a termékeinkben a magas minőségű termékek forgalmazása esetén az árakban is elfogadtatni a minőséget. Nagy István, a Földművelősügyi Minisztérium miniszterhelyettese Székesfehérváron tartott gazdafórumot. A politikus áttekintést nyújtott a szaktárca elmúlt 7 évi gazdaságélénkítő munkájáról. Folytatódott a Földművelősügyi Minisztérium országjáró gazdafórum sorozata. Székesfehérváron Nagy István, a szaktárca miniszterhelyettese tájékoztatta az agrárium szereplőit a kormány elmúlt 7 évben meghozott a mezőgazdaságot segítő programjáról. A fórumon Varga Tamás országgyűlési képviselő is megfogalmazta gondolatait az agrárium legfontosabb kérdéseiről. 2010 óta a magyar kormány rengeteget tett a magyar gazdákért, a magyar mezőgazdaságért, a magyar mezőgazdaság fejlődésért. A GDP növekedésben is jelentős arányt képvisel a magyar mezőgazdaság fejlődése, és azon vagyunk, hogy ez így legyen és így maradjon a jövőben is. Megvédtük a magyar földet a külföldi tulajdonosoktól, magyar gazdák művelik a magyar földet, és egyre kiválóbb és kiválóbb termékekkel jelentkezik az élelmiszeripar, a feldolgozó ipar. Ez így lesz a jövőben is a magyar kormány, amennyiben bizalmat kapunk április 8-án, akkor folytatjuk, a magyar gazdák számíthatnak a magyar kormány segítségére. A bevándorlóktól, az illegális bevándorlástól Magyarországot és a magyar gazdákat is meg fogjuk védeni. Ennek kapcsán egy kérdés még. A Brexit mennyiben befolyásolja majd a közös agrárpolitikát, hiszen azzal, hogy a több mint 15 milliárd euró kiesik a közös agrárpolitika, és ezt a bevándorlásra szeretné felhasználni az Unió, a bevándorlás, a migráció segítésére. Tudunk-e lépéseket tenni már, mint Magyarország annak érdekében, hogy ez ne itt történjék? Mi határozottan kiállunk az elvi és gyakorlati álláspontunk mellett, hogy nem támogatjuk sem kvóta nélküli bevándorlás, bevándorlók semmiféle elosztását. Azt gondoljuk, hogy a Magyarországnak kell maradni, a magyar földnek magyar tulajdonban kell maradni, és azt fogjuk segíteni, és azért fogunk kiállni az Európai Unióban is, a Brüsszelben is, hogy ez így maradjon a jövőben is. Nagy István határozottan kiállt a kormány elmúlt 7 esztendőben elért a magyar gazdák által megvalósított ágazati fejlődésének kiemelkedő eredményei mellett. A szakpolitikus bizonyosabban, hogy a növekedés segítő vidékfejlesztési program továbbra is folytatható. Azt hiszem, hogy az, ami 10 és 17 között történt, az 50%-os teljesítménykibocsátás, ami a magyar gazdák munkáját jellemzi, az önmagáért beszél. Az a plusz 70 ezer munkahely, ami létrejött a mezőgazdaságban, ismét csak önmagáért beszél. A következő ciklus, következő időszak feladata, hogyha kicsit hosszabb távra nézünk, akkor azt kell mondjam, hogy olyan szavakkal foglalható össze, mint tudásalapú mezőgazdaság, a precíziós gazdálkodás, a digitalizáció, a robotizáció, integráció. Ezek azok a kérdéskörök, fogalmak, amelyek meghatározzák majd a jövő mezőgazdaságát. Egy biztos, elő kell segítenünk a generációváltást. Ez az elsődleges egyik szempont, hiszen a ma felnövő generációnak kell tudni megfelelni azon technológiai ismereteknek, amik éppen az előbb soroltam föl őket. Nem tudunk megfelelni annak a kihívásnak, hogy 2050-re 9 milliárdan leszünk ezen a földön. 70%-kal több élelmiszer kell, de úgy, hogy közben klimatikus válság van, ennek hatására 40%-kal kevesebb a termőföld, és 30%-kal lesz kevesebb az ivóvíz. Ez egy óriási feladat. A mai körülmények között, a mai tudásunk nem teszi lehetővé ennek az igényeknek a kialakítását. Új ismereteket kell integrálnunk a magyar mezőgazdaságba, és nem csak a magyarban, hanem szerte a világon is. Hogyha volt valaha együttműködési szükséglet gazda és gazda között, és nemzetek gazdasága között, akkor az elkövetkező időszak pontosan erről szól. A közös agrárpolitikát mennyire veszélyezteti a brit Brexit, ismerve az uniós lépéseket? Egy nagy nettó befizető távozik, és hogyha távozik egy nettó befizető, akkor nyilván kevesebb pénz marad. A magyar állam
úgy döntött, hogy próbál szövetségeseket találni, hogy mi hajlandók vagyunk többet is fizetni, csak az agrárkassa ne változzék. Hiszen ha a gazdák kapják a támogatást, akkor gyakorlatilag minden ember kapja a támogatást, hiszen lehetővé tesz egy olyan gazdálkodást, amellyel olcsóbb élelmiszert tudunk előállítani. Ezzel szemben és ezzel mellett lehetővé teszi azt, hogy a vidék megmaradjon, hogy ott vidéki élet legyen, rendben legyenek a tájaink és a környezetünk. Végtelenül fontos, hogy ezt a mezőgazdálkodás, ezt a vidékfejlesztést, ezt meg tudjuk őrizni. Jó úton haladunk, hiszen egyre több szövetséges találunk, hiszen a visegrádi országok jól tudják integrálni a környező országokat, és ma hétvégén is éppen Németországban tárgyaltam a CDU vezetésével arról, hogy hogyan is gondolkodnak ők ott Németországban is. Be kell látnom, a szárszországi államtitkár kollégával voltunk együtt, és olyan fokú egyetértés volt, értik ők is, hogy mi a magyar álláspont, és szinte szárszországival teljességgel megegyező dolog. Őnekik nagyobb vitájuk van szövetségi tartományok között, mint Szászországnak Magyarországgal. Tehát ez egy érdekes fejlemény, várjuk, hogy ott is az új kormány felálljon, elkezdjen működni, és akkor talán ezek az egyességkötések is gyorsabban mennek, hiszen ha Németországot meg tudjunk győzni, akkor egészen erősek leszünk ahhoz, hogy akaratunk érvényesülni tudjon. Fontos koncepciók vannak, ami mentén mennünk kell. Mi hajlandók vagyunk többet fizetni, de szeretnénk, hogy változatlanul megmaradjon a gazdák támogatása. Szeretnénk elérni azt, hogy minél több fiatal gazda tudjon a támogatáshoz jutni. Szeretnénk fenntartani a két pilléres agrártámogatási rendszert. Egy, ami a földalapú támogatáshoz kötött, tehát területalapú legyen, a másik pedig természetesen a vidékfejlesztési lába. A kettőt kell úgy összehangolnunk, hogy egy élhető vidék legyen, és egy eredményesen termelő magyar gazdatársadalom legyen. Ha ezt a kettőt sikerül, akkor gyakorlatilag át tudjuk hozni a magyar mezőgazdaságot a 21. században. Tapasztalati tény, hogy a szaktárca, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a terméktanácsok együttműködése nyomán kialakult áfacsökkentés a fogyasztók számára rendkívül kedvező. Folytatható ez? Így van. Minden tekintetben ez a célunk, hogy azt a sikert, amit elindítottunk évről évre mindig egy-egy termékkörnek a áfa csökkentését, azt szeretnénk folytatni a jövőben is, hiszen itt kopogtat a kenyérnek a csökkentése, itt kopogtat a zöldség-gyümölcságazatnak a csökkentése, és itt kopogtat a különböző tartósított tejeknek a további csökkenése. Tehát van még feladatunk, és van hova eljutnunk. Én azt hiszem, hogy mindaz az erőfeszítés, amit eddig megtettünk, az a körülbelül 40-50 ezer forintnyi összeg, amit személyenként ott tudtunk hagyni az embereknél az áfa csökkentés hatására, az nagyon komoly eredmény, hiszen akármelyik húst is veszük alapul, az 15-20 kg plusz húsnak felel meg ez az összeg, hogyha csak húst vásárolnának. Minden esetre az mindig kedvezőbb az embereknek, ha a pénztárcában több pénz marad, mint hogyha az állam gyarapszik egyéb téren. Úgyhogy én azt remélem, pontosan annak a hatásáért, hogy kifehéredett az ágazat az áfa csökkentés hatására, hogy a gazdák versenyképessége, versenykiegyenlítődése megtörtént, hogy nincs, aki két méterrel a rajtvonal előről, vagy kettővel hátrébről indul, hanem mindenkit tisztességes versenyre ösztönöz. És a keveset azt könnyebben és szívesebben befizeti mindenki. Ezért is van óriási jelentősége annak, hogy a költségvetésen nem ütött nagy lyukat az áfa csökkentés, és ezért van reményünk arra, hogy sikerül tovább vinni ezt a folyamatot, hiszen mindaz, ami eddig történt, a sűrű fillér jobb, mint a ritka forint elve alapján, sokkal több befizetés érkezett az élelmiszeripar mezőgazdaság kereskedelem részéről az áfa csökkentés után, mint az áfa csökkentés előtt. Ez szerintem egy óriási dolog. Ezen az úton szeretnénk tovább menni. Ha megnézték, az a célunk, hogy a tisztességes gazdálkodókat segítsük. Ezért lett bevezetve az elektronikus közúti áruforozási rendszernek az ellenőrzése, ezért lett az áfa csökkentés, mind-mind azt a célt szolgálja, hogy tisztességes versenyben, egyenlő feltételek mellett szolgáljuk a lakosok, fogyasztók, vásárlók érdekeit, és természetesen mellett a gazdák érdekeit is. Ezen az úton ez a szövetségkötés, ami létrejött, a magyar kormány, a magyar gazdák, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a MAGOSZ szervezetével, ez egy olyan erő, amelyet nagyon komoly
hatással tud lenni a gazdák teljesítményére, mint ahogy az elmúlt ciklusban ez az 50%-os növekedés. Nagyon nagy fokú változás kell a közeljövőben jövőben is elérnünk ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a nemzetközi versenynek. Pontosan ezért kell majd sokkal jobban a környezetre odafigyelnünk, a környezetvédelemre, az ökológiai gazdálkodásra, ezért lesz érdekes nagyon a precíziós gazdálkodás. Az öntözés nagyon komoly téma lesz az elkövetkező időszakban, hogy hogyan tudjuk azt a többletvizet felhasználni, amit Magyarország most jelenleg kienged önmagából, de mi kiengedünk egy köbméter és többet, mint ami beérkezik, addig jogunk van a vízzel gazdálkodni, és ezt szeretnénk úgy felhasználni, hogy a magyar termelők, gazdálkodók gyarapodását tudja szolgálni, és ennek a versenyképességét tudjuk növelni. És hogyha emellé oda tudjuk tenni a megújuló szakképzést, ha a fiatalokat be tudjuk vonni, föl tudjuk kelteni az érdeklődésüket minél inkább, hogy a mezőgazdaság stratégiai ágazat, és hogy jöjjenek dolgozni a mezőgazdaságba, és hogy szívesen vállalják ezeket a kihívásokat, mert egy biztos jövőt ígér, zárójelben csak azt mondom, hiszen mindenkinek enni és inni kell, amíg ezen a földön él. Tehát ez egy nagyon komoly megfelelés. Én azt gondolom, hogy akkor nagyon sikeresek tudunk lenni, és valóban meg tudjuk érkeztetni a magyar mezőgazdaságot a 21. században. A fórumon elhangzott, a technikai és a technológiai fejlődés mellett az új vízgazdálkodási rendszer is komoly perspektívát nyújt az agrárium további teljesítménynövelő beruházásaihoz. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten. Minden jót kívánok, viszontlátásra!